tampon, tisztasági betét, egészségügyi betét. A nők egy részének hónapról hónapra ott van elérhető közelségben, míg másoknak gondot okoz a megfelelő higiéniai termékek beszerzése. Egy országos kampány mintájára itt helyben Kalocsán is lehet segíteni. Pár éve egyszer már csatlakoztam ehhez a mozgalomhoz, és most pár napja újra szembe jött velem az Instagramon, és gondoltam, hogy én most biztosan összeállítok egy csomagot, de aztán tovább gondoltam, hogy mi lenne, hogyha sok táska összegyűlhetne, és aztán így jött létre a posztom a Facebookon. Remélem, hogy az a korosztály, aki a Facebookon és az Instagramon jelen van, az mindenképpen csatlakozik, és akkor remélem, hogy így például rajtatok keresztül is megszólítok pár embert, illetve a polgármesteri hivatal, aki ugye a gyűjtést szervez, illetve ott gyűjtjük majd a táskákat, ott is megfordul jó pár ember, és esetleg találkoznak a táskákkal, rákérdeznek, akkor remélem, hogy onnan is gyűjthetek pár adományozót. Néhány éve már volt a városban hasonló gyűjtés. Akkor magánszemélyek juttatták el az adományokat a rászorulóknak. Célja az, hogy a rászoruló nők is kapjanak olyan női higiéniával kapcsolatos tisztálkodószereket, ami számunkra természetes, hogy megvan a háztartásunkban, de nekik ezt nehéz lehet beszerezni. Illetve legfontosabbnak azt tartom, hogy a nehéz körülmények között élő nők is megőrizhessék méltóságukat és a nőiességüket, és ennek ne legyen gátja az, hogy nehezen beszerzik ezeket az eszközöket. Január 31-ig folyik a gyűjtés a polgármesteri hivatalban, oda lehet leadni a táskákat. Menstruációs termékek mindenképpen kerüljenek a táskába. Nem csak karácsony előtt, ilyenkor is szükség van a segítségre. Most, ami esetleg még fontos lehet, például a maszk, ez lehet mosható, lehet eldobható. Én a táskába tettem sampont, balzsamot, amit lehet, hogy egy nehezebb körülmények között élő nő már nem szán magára, még ez egy plusz lehet. Tettem szappant, klasszikus mosószappant, tettem még folyékony szappant, testápolót, kézkrémet. Ezek már talán olyan dolgok, ami már nem szán magára, vagy inkább élelmiszert vásárolhat az a nő. Abban, hogy biztosan olyan helyre kerüljön, ahol jó helyen lesznek ezek a táskák, a Család Segítő Szolgálatot hívtuk segítségül, a Máltai Szeretett Szolgálat kalocsai székhelyét, és a Szociális Bizottsággal is tudunk olyan helyeket, ahol majd biztos örülnek a csomagnak. Akár munkahelyenként, baráti társaságokként is össze lehet készíteni egy-egy ilyen táskát a rászorulóknak.